Művelődésért díjat vehetett át március 15-e alkalmából Túri András zenész, a zenepedagógus, akit szeretettel köszöntök itt a stúdióban. Köszönöm. Gratulálok a díjhoz. És hát az volna a feladatunk, hogy ebben a néhány perces beszélgetésben áttekintsük ugye az eddigi pedagógiai, pedagógus és zenészi munkásságot, ami nagyon nehéz lesz, de azért tegyünk rá kísérletet. Hogy indult ugye? A népzenei oktatás igazából csak most vált nagyon izmossá Magyarországon. Hogy talál rá egy fiatalember muzsikusként erre a zenei formára? A gimnázium évek alatt a barátaimmal görög táncházba jártunk, és ott az egyik ilyen alkalommal, azt hiszem, hogy a Szirtosz együttes táncházában bemondták, hogy csütörtökönként az Almási téren van magyar táncház. És hát mi erről még azelőtt nem hallottunk semmit, de hát mondtuk, hogy hát tényleg van ilyen is, hogy magyar táncház, és akkor nézzük meg. Úgyhogy átmentünk csütörtökön az Almási térre, és ott egy nagyon csodálatos világba csöppentünk, és ténylegesen ott már egy jó menő táncház volt az Almási téren, a Téka együttes vezetésével. Akkor kezdtünk rácsodálkozni erre az egész népzenei világra. Ez egy érdekes dolog azért, hogy így kellett megtudnunk, hogy egy görög táncházba mondták be azt, hogy van magyar táncház is. Minden esetre ez azt eredményezte, hogy aztán elmentünk egy táncegyüttesbe táncolni a barátaimmal, a Kertészeti Táncegyetem táncegyüttesébe, és szorgalmasan jártuk a táncházakat, minden nap volt táncház, úgyhogy bármelyik nap is mehettünk, és hát megmondom őszintén, az egyik táncházon ismerkedtem meg a feleségemmel, aki akkor már hegedülni tanult az Óbudai Népzenei Iskolába, és az ő vele való kapcsolat során eldöntöttük, hogy hát ha ő hegedül, akkor én veszek egy brácsát. És akkor így összeáll egy kis kétszemélyes zenekar, és én is elkezdtem brácsázni, tanulni. Úgyhogy, de ekkor azért már tanult zenét, tehát ez nem egy hirtelen. Bocsánat, hát előzmény azért annyi van, hogy hát gyermekkorom a szüleim zongorára irattak be, és tulajdonképpen egész jó zongorista is voltam, de valahogy mégse az a vonal ment tovább, hanem a brácsa. Egyébként a zongoratanulmányok nagyon sokat segítettek a brácsába, hiszen a brácsa egy kísérő hangszer, akkordokat ugye játszik, úgyhogy a zongorából való összhangzattan is a többi tudásom az itt a brácsa tanulásban nagyon jó kamatoztatható volt. Említette, hogy tulajdonképpen egy szerelemből született a közös zenélés, és illetve hát aztán a zenélés. Amikor ilyesmibe kezd az ember, akkor megjelenik előtte már egy zenészi pályakép is, vagy egyszerűen csak kedvtelésként indult ez a dolog? Semmiképpen nem jelent meg. Ez egy későbbi döntés volt, és egyébként nehéz döntés. Eredeti végzettségemet tekintve közlekedés gépész vagyok, de az egyetem elvégzése után éppen ennek a népzenei folyamatnak a hatására, ami bennem lezajlott, úgy döntöttem, hogy nem gépészmérnökként, hanem zenészként folytatom a pályámat, de ez abban a pillanatban, mikor elkezdődött, még egyáltalán nem körvonalazódott. És azóta se gondolta azt, hogy jobb lett volna mérnökként? Nem. Én azt hiszem, hogy jobban is járt a gépészmérnök világ azzal, hogy én nem gépészmérnök lettem. Elkezdett zenélni, ugye az egyetem után erre a hatásra, amit említettünk, de akkor még az ember ugye még nem pedagógus. Az, hogy született meg ez a döntés, hogy tanítani is kell ezt. Igen, hát abban az időben még a népzenei szempontból történő pedagógus képzés nagyon gyerekcipőben volt. Akik az Óbudai Népzenei Iskolában tanítottak, még végzettség nélküli pedagógusok voltak mindnyájan, illetve esetleg klasszikus zenei végzettségű pedagógusok voltak. Engem egyébként mindig is érdekelt valahogy a pedagógia, és így utólag, ha értelmezem az életemet, azt hiszem, hogy tényleg a legjobb út volt az, hogy én pedagógus lettem, és pont, hogy népzenepedagógus, ez nekem a tökéletes együttállása az élet dolgainak. Ez úgy történt, hogy én elkezdtem elvégezni a Nyíregyházi Főiskolán az énekzene népzene tanári szakot, és amikor elvégeztem, akkor éppen az Óbudai Népzeneiskolában üressé vált egy brácsatanár állás, és én oda mentem. És most már a kerületben is tanít, ugye? És hát igen, tehát aztán úgy gondoltam, hogy azért a szűkebb környezetemben is kell népzeneoktatást végezni, hát ezt én nagyon fontosnak tartom. Úgyhogy valóban szorgalmaztam én is, hogy a kerület zeneiskolájában is legyen népzeneoktatás. Ennek előzménye az, hogy a kerületben működő tébláptánc együttes berkeiben is már
néhány évre megjelent a népzeneoktatás, ott is én is ott voltam, de aztán ez ugye befejeződött és átvette, vagy legalábbis átkerült a Doknányi Zeneiskolában a népzene ügye. Mi jobb, tanítani, vagy színpadon táncházban zenélni? Hát tanítani. Én azt mondom. Tehát nekem legalábbis most már ez a... Én is inkább önmagamat már, mint pedagógust fogalmazom meg, mint előadó művészként, bár mondom, kezdetben 15-20 évig az előadó művészet volt a fő tevékenységem, de most már inkább pedagógusnak, mint zenésznek érzem magam. A 70-es évek elején, amikor a táncház mozgalom megszületett, ugye ennek az egésznek az alfája, akkor tulajdonképpen egy egyetemista kör volt az, amelyikre rátalálta a népzene, a néptánc. Aztán ez jól bővült, most már, hogyha az ember elmegy egy táncház találkozóra, látja, hogy ott tényleg tízezrek gyűlnek össze. Ön szerint kiket érdekel most, ugye pedagógusként is kérdezem ezt, hogy kiket vonz a népzene? Kikből áll a bázisa most ennek a kultúrának? Az a szerencsé, hogy a táncház mozgalom már tényleg több évtizede működik. Ma már azt mondhatjuk, hogy azoknak a szülőknek, a gyermekeinek, akár a gyermekei, tehát már akár nagyszülői kötődés van a táncházhoz. Egyrészt ez egy nagyon, nagyon fontos tényező, akiknek a szülei is már ebbe valamilyen értelemben benne voltak. De itt például a kerületben akár klasszikus zenével foglalkozó gyerekek, akik úgy érzik, hogy nem igazán az ő világuk azért mégse a klasszikus zene, vagy valamilyen módon ők egy kicsit másfajta zenélésre, kicsit mondjuk ki szabadabb érzetű zenélésre vágynak, ők is gyakran választják azt, hogy átmegy mondjuk klasszikus hegedűről népi hegedűre. Úgy érzi, hogy talán nincs annyi kötöttség, nincs annyi... Mert azért valljuk be, hogy más módon is tanítjuk mi a gyerekeket muzsikálni, mint a klasszikus tanárok. Azt hiszem mindenkinek egyéni döntése, hogy melyiket tudja választani. Olyan gyerek is van, aki kifejezetten népzenészi pályára készül? Hogyne, hát igen, ezt mindenképp mondhatjuk. Hát a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre minden évben nagyon sokan jelentkeznek, és ők már tudatosan kell, hogy készüljenek előtte legalább 5-6 évig ahhoz, hogy oda felvételt nyerjenek. És azon kívül van középszintű népzeneoktatás is, hogy erről még nem volt szó, tehát úgynevezett népzenei konzervatóriumok is vannak, Vácon, meg Székesfehérváron, tehát, sőt, most indul a Vard Mária gimnáziumban egy ilyen középfokú népzenei, tehát konzervatóriumi képzés. Most már, hogyha nem a pályáról beszélgetünk, és nem az eddigiekről, mire készül mostanában? Nyilván tavasz van, vizsgák jönnek, egyebek, fellépésekkel, a táncházakkal ilyenkor mi történik? Készül-e valami nagyobb? Hát itt egyrészt a kerületi rendezvények, tehát én azt gondolom, hogy egyébként akik pontosan ugye nem tudom, kik terjesztettek föl a díjra, amiről most beszélgettünk, de az biztos, itt a kerületi rendezvények azok, amik itt éppen május elején például, vagy bármikor az év során ugye vannak. Itt a Tébláb Tánc Együttessel való közös alkalmak, ahol tulajdonképpen mi a zenei kíséretet látjuk el a táncegyütteshöz. Most lesz a Tébláb Fesztivál, ugye majd május 2-án. Úgyhogy a kerületben nagyon jó a közege a népzenének, ezt el kell, hogy mondjam, tényleg a Tébláb miatt. Nagyon-nagyon sok gyerek és szülő választja azt, hogy ő szeretne jobban megismerkedni a népzenével és a néptánccal. A gyerekek vonzák be a szüleiket tulajdonképpen, és mivel itt már egy nagy létszámú gyereksereggről van szó, nagy létszámú szülői háttér is van. Tehát ez családokat érint a kerület életében, és ez talán a legjobb benne, hogy kiépülhetnek ezek a kapcsolatok, ezek a közösségek, amik mindenképpen nagyon jó. A népzen és a néptánc azért is nagyon jó a gyerekeknek, mert életkoruknak megfelelő módon tálalja azt a zenei tudást, vagy mozgásbeli készségben való fejlődést, amit tulajdonképpen egy nagyon nagy hagyomány támaszt alá, nagyon régmúlt és nagyon, nagyon régi hagyomány támaszt alá. Tehát
azt hiszem, hogy nem kell semmit kitalálnunk, egyszerűen csinálni kell azt, amit átvettünk az őseinktől. Méghozzá úgy, és akkor engedjék meg, hogy elmondjam, hogy miért vettem ma föl ezt a kalotaszegi bújkát. Ez rám annyira jellemző, talán minden rendezvényen ez van rajtam. Talán ez mutatja legjobb, hogy mi is az, amit én csinálok. Ugyanis itt arról van szó, hogy ugye ez egy kalotaszegi eredeti viselet, de nem az eredeti színvilágában jelenik meg, tehát nem a hagyományos, archaikus kalotaszegi színvilágában jelenik meg, hanem egy ilyen alkalmi, akár alkalmi viseletnek is megfelelő színvilágában. Ez az a dolog, hogy egy kalotaszegi bujka megjelenik egy városi közegben, és itt is helyt áll, úgymond. Azt hiszem, hogy a mi tevékenységünk valami ilyesmi, hogy támaszkodva ezekre a nagyon régi ősi hagyományokra, zenei világra, tánc világra, gyakorlatilag a városi környezetben megpróbáljuk ezeket újraértelmezni, és a mindennapok részévé tenni. Ez a cél. És tulajdonképpen ezt csinálja az a kalotaszegi bújka is, mert a készítője egy türei kalotaszegi ember, Bálint Tibor, aki hagyományos bújkákat is készít, tehát a falu részére is. Tehát ő teljesen tudatában van a hagyománynak, ő azt nagyon jól ismeri, és onnan lép tovább egy fejlődéssel, egy fejlesztéssel, és azt mondja, hogy bekerülhet ez a városi közegbe is, és akkor mondjuk így. Kívánom, hogy nagyon sokáig sikerüljön csinálni ezt a, vagy végezvinni ezt a küldetést, és hogy minél többen legyenek, akik ebben együttműködnek. Még egyszer gratulálok a díjhoz, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.